Szabolcs! Nézzél rám! Szabolcs, nézd rám! Keresztapa! Nézzél rám, ne csináld ezt, ne hagyd itt, basszus! Ne hagyd itt! Battlefieldet lehet egy kicsit úgy mondani, mint Schwarzenegger, ahogy beszélni. Battlefield, I did it, Battlefield. És talán lehet, hogy Schwarzenegger is leszek benne, bár nem tudom, de a lényeg, hogy ez a játék, mikor én úgy nagyjából abba hagytam a számítógépes játékokkal való foglalkozást, már akkor nagyon nagy játék volt, és akkor jött ki a 2142, akkor nekem nem volt olyan gépem, hogy az elfusson rajta, de nagyon tetszett az, hogy egy ilyen hatalmas térképen rengeteg ember, taktikai harc, bár igazából mivel rengetegen vannak, annyira nem taktikai, és fel sem fogtam ezt az újítást, hogy mindenki mehet, amerre lát, csinálhat, amit akar, egy olyan szabad világ, ahol mindig meghalhat bárki, akit le akarsz lőni. Tetszett, na, beszéljen a játék saját magáért, úgyhogy kezdjünk is bele. Lehet, hogy elsőre nem ismertek meg, de én vagyok az, higgyétek el, csak régen, mikor még volt hajam, akkor néztem ki így. Ez, amit itt láttok, ez már az új PC, az új gamer PC által közvetített látványvilág. Minden föl van húzva csutkára, de olyan szinten csutkára, hogy igazából a játékkészítői fel se tudták dolgozni azt, hogy ilyen csutka létezik. Miattam kellett még egy csutkapontot följebb tolni a csutkajelzőkön, hogy valahogy ki tudjanak elégíteni. Mert ugye a pixel.hu-val csináltunk egy közös akciót. Mennyi az a kis szar? 220 ezer. 220 ezer, pont a legkisebb kis szar, ne szovas! Összeraktak nekem egy olyan gépet cserébe, ami gyakorlatilag azt mondják egyesek, hogy ilyen top 10. Úgy megy rajta egyébként a Dina, meg a régi Wolfenstein, teljesen simán, zökkenőmentesen tényleg. Elmondom, mi van, jó? Van egyszer az All Out Warfare Epic Battles Territory Control. Ez arról szól, hogy ott vannak nem tudom hány százan, a széjjel lövik egymást, vannak pontok, el kell foglalni. Ez egy új, a Hard Zone, ahol vannak, van egy négy fős csapat, ezt fogjuk most nyomni valószínűleg, vannak botok és élő játékosok, és össze kell szedni különböző ilyen diszkeket a pályán, és ezeket a diszkeket kell gyűjtögetni. És van a portál, ami pedig ugye azt, hát azért megmutatom, itt a régi játékmódokat lehet használni. Fogadják hatalmas szeretettel Mr. Loxit! Jó estét, jó estét! Jó estét, kedves Loxi! Aztán fogadjátok óriási szeretettel és hatalmas tapssal úgynevezett István Szabolcs, óriási tapsot neki! Köszönök mindenkit, hát kell egy ember, aki rosszabb mindig a másiknál. De itt van Pascal, aki rosszabb volt nálam, és már ő is jobb nálam, azt vettem észre. Úgyhogy hatalmas tapsot kérnék Pascalnak, aki visszatért a Covidból, és bár úgy volt, hogy ma nem jön, de mégis megkapta a behívóját, és mint jó katona, azonnal összecsapta a bokáját, és jelentkezett. Hatalmas tapsot kérnék Pascalnak! Nem hagyhatom cserbe a csapatot. Erről van szó. Pont a lelkiismeretedre akartunk hatni, és nagyon jól csináltuk. Igen. Na, akkor most helyetted játszik mondjuk... akkor elmegyünk egy ilyen Warfare-re. Először? Nézzük meg. Come on everybody! Én gondoltam, hogy ezzel a lövésszel leszek. Ki mivel szeretne lenni? Én is azzal. Te is azzal. Nem lehet, lehet azzal lenni? Espinoza. Azért Espinoza. Olyan bajsza van egyébként, azért van az a két, az a nagy légzőmaszk, mert a szellőzteti a bajszát. És itt vagyok játék. Én is. Csak szar a hajam. Jó, ezt a mókusruhás kislányt majd, de biztos van ember is, a férfi is, aki mókusruhás, nem? Tessék, ez meg maga egy mókus.
Én szerintem a mesterlövésszel leszek akkor, jó? Gyerekek. Mert akkor rátok, jó. Látok, jó. Minden, nem? Az nem. Jó. Szerintem akkor a nézők is látnak mindannyiótokat, meg leülök és szigizek egy szikla mögött egész végig. Profik vagyunk, mi profik vagyunk. Hát de mester, mi, mester mi 4-es. Ja. Loxi meg Lightman csak 1-es szintű, mi meg már 5-ös meg 4-es. Mi vagyunk olyan? Tényleg? Az a szintjel? Aha. Nem, az azt jelenti, hogy nekem 4-et ér a gépem. Let's go! Az én meg 5-öt. Aha, mondjuk ez sziki. Kicsit főleg, majd megmondom a Pixelnek, hogy ez mi a szar. Úristen, egymást ütjük el, gyerekek! Figyeljünk oda! Jó, innen már ellenséges területen leszünk, aztán... Az ott mi? Az ott fik... Mi? Ott van Luxi, ott van Luxi. Úristen! Tovább. Vigyázz! Jézusom, okay. Merre? Mehetünk? Mehetünk? Merre? Foglaljuk be az A1-et, foglaljuk be az A1-et. A1, ismétlem A1. Várja, Pascal, megyek! Ott tolna. Hol vagy? Köszönöm, mester. Igazán nincs mit. Meg fog halni! El fog kopni a hangszálam. Ó, nekem most van egy nagyon jó izém. Mi ez már? Ilyen repülő, de nem akármilyen. Jó, akkor ide repülnél és felszednél? Hát nem meg fogok halni, nem tudom irányítani. Ó, meghaltam. Na, hát ez volt a MiG-21-es rövid története. De én elvileg lövész vagyok és nincsen mester lövész puskán. Hogy lehetek ekkora lúzer? Itt Titán. Engedjétek ki az oxigént a világűrbe, és az égés megszűnik. Szabor, szedd már össze magad egy kicsit, ne tátogjál! Miért nem tudok felszedni? Miért nem tudok felszedni? Én sem tudom. Szabolcs! Nézzél rám! Szabolcs, nézd rám! Keresztapa! Nézzél rám! Ne csináld ezt, ne hagyd itt, basszus! Ne hagyd itt! Ne! A kurva anyátok! Gyertek ide! Hol vagytok, gecik? D2-t foglalják, de jönnek 4-en. Hátba támadtak, hátba támadtak. Az anyád. Úgy arcba lőtt ez a balatoni szarjával. Jövök, Pascal, jövök, itt vagyok. Közel vagy, figyelsz, fölött van a dombon, a dombról lő. Nem baj, fedeznek a dombon. Az meg az egy fatörzs volt, hát eszméletlenül nem látok semmit. Fatörzs. Kiszedtem egy fatörzsöt, de úgy megörültem neki. Veletek szembe van, a fánál. Legyek elő. Az erdőbe. Ha valaki fel tud kapni. Megvan! Megvan a rohadék! Te senki házi, te! A kurva. Föntről fogok támadni, mint egy igazi mesterlövész. Oké. Egy rakétavetővel követem a mestert. Basz meg, ne ezt adná a kezembe, ne ezt! Isten áldjon meg, hát nem hiszem el. A mesterlövész miért egy laptoppal indul? Eltankozott. Hopp, várja, ott van valaki. Megvan a második killem, gyerekek. Nem lehet átlőni, ugye ezt a tankot, mesterlövésszel sem? Miért nem tudlak felszedni? Három tank is van itt. Na megint nem tudok felszedni, Lightman. Na most látom. Ja, mindjárt lelőlek. ott volt, majdnem. Hát de meg közben mozgolódsz, maradj már nyugton, tudom, hogy fáj, nézzél rám. Hát valószínűleg elmondom. Gyere már, ide ré, na! Ó, bazd meg, csak lelőnek, hát nem hiszem el. Oda tesszük magunkat, a lehető legtöbbet fogjuk kihozni az egészből. Ez a csapat, úgy érzem, megérett, és most nem a halálra, hanem... Van taktikai hozzászólási lehetőséget. Tetszik ez a pálya. Hűha.
Hát van itt is taktikai lehetőség, csak ugye nagyon-nagyon sokan vannak. Hát igen, tehát tök mindegy, mit csinálsz. Oxi, te is felugrasz? Persze. Illetve hát nem biztos. Hát de, na, talán. Mehetünk. Hoppá! Hoppá! Oh. Jaj! De jó segged van, Pászkál. Mester? Ki vezeti ezt az autót? Na, basszus. Én. Oh, de az miért, miért kell beszopjam ezt mindig? Jó, keltelek. Itt vagyok. Nem, nem. Elfutok. Oké. Okay. Csak megkarcolódtam, de eléggé fáj. Na, nagyon piros Rubik, vagyok. Köszönöm szépen. Mester, kapja! Oh. Oh. Kösz. Fölmegyek a tetőre, ismétlen fölmegyek a tetőre. Júj, ott van valaki, most fog leszedni a tetőről, hogy rohadjon meg. Hogy rohadjon meg, igen, igen. Na ezt nézzétek, ezt a szaltót nektek udulom, kedves moggerek. Ha jó van, jöjjönek kis rock'n'roll gyerekek. Born to be white. Egy igazi mogger. Belemegy a szélviharba, átmegy mindenen, addig pattog, addig izé-bizé, amíg aztán a végén egyszer csak hoppá nem lesz a... Most már csak egy célt kéne kitűzni, nem? Hogy mégis hova a viharba megyek. Nem lehetek kurva? Nem. Majd ha levágjuk a faszodat, akkor mehetsz. Addig nem. Biztos, hogy örülnének otthon, Pászkál, hogyha... Azt mondja, nem bánna. All right, listen up. Olyan rosszul használod, inkább vágják le. The mission here isn't about annihilating the enemy. Autókönyvet. Á, nem néz ki tisztán. Ott van valami. Ott van valami. Ismétlem a másik autó, de ez, ez az autó, ez mintha tiszta lenne. Ismétlem. Ez az autó tiszta. Valaki itt esett. Nem, inkább nem mondom, hogy kemény vagyok, mint az acél, mert lehet, hogy egy óra múlva itt fog fetrengeni, visítva. És akkor jönni kell felhúzni. Jön a homokviar! Jön a homokviar, baszki. De. Ez baj. Hol van? Ott egy nagyon nagy tornádó. Oh my god! Mindegy, hát behúzódunk valahova az E1-et. Már gyorsan megnézem. Ez nagyon gyorsan jön. Hopp, ott valaki föntről lő, vagy mi ez a tűzeső, baszki? Meteor? Jaj! Itt a közel van ez a homofia! Jaj, motherfucker! Basszus! Meg is vette? Szálltam még egy ilyen data drive-ot. Bejöttem ide, nem akarok megpusztulni a homofiarba. Közben meg nézlek titeket a... Na, csúg már be, kérlek. Felénk jön? Felénk jön, Pászkál. Szerintem ez nem baj. Jöjjön, mester, jöjjön. Jöjjön, nem maradjunk itt. Nem, én itt... Egyre közelebb a homofiar. Hát de az, az épületben csak jó vagyok, nem? Elviszi az épületet! Ne baj, kapaszkodom! Menjetek anyámnak, mondjátok meg, hogy szeretem! Hol a drónom? Ááá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 
Várjál, viszont datadrive-ot valaki kiszedte. Én. Igen, Pascal. Srácok, megyek, nézzetek, egy kicsit olyan vagyok, mint egy égő kutya, de még jól vagyok, ismétlem! Még jól vagyok, 74-en vagyok, hol gyorsan vagytok? Gyorsan befele, Pascal, be kell mennünk az E1-re. Gyere, ne hagyjatok itt, még élek! Gyerünk! Még élek! Vétel, gyerünk, haló! Megyek, én is bent vagyok! Mondom, még haló, élek! Tirek nem hallanak? Még élek! Haló! Én is bent vagyok! Jó! Ez az! Szép volt, szép volt! Ez cserbenhagyás volt. Hát... De így a mester is kapott pontot. Na, kurva sok pontot kaptam, kösz. Én 8-as vagyok. Érdekes. Nekem csak a sajátom emelkedik, a tiétek ott van, ahol a partit kezdtük. Ez tökéletes példája annak, hogy az ember mindig többet gondol magáról. Ki hogy látja a másikat. Igen, de mondjuk azért van itt bug bőven. De ezt tetszett, homokvihar, meg minden, meg... Végül is ez jó, kár, hogy mesterlövészként nem használtam a puskámat. Jönnek! Aj! Picsába. Jó, igen. Amit Loxi mondott. Igen. Az a helyzet, hogy én azt vártam, mint a Warzone-ba, hogy látom az autót, ha ellenséges, de csak hallottam a hangját, aztán elcsapott.
Nézd a kis térképet. Nem jelzi azt, hogyha autó van? De már senki nincs, csak én. Igen. Mennyi időm van? Két perc? Semmi baj, gyerekek. Meg lesz az. Minden nap ezt csinálok. Jöjjön, menjél föl kicsi cica. Úgy van, jól van, átmész mindenen. Mi lehet itt vajon? Ott a B, ott az egy. Jól van. Ki kell szálljak belőle? És csak be kell ülni. Gyorsan kiszáll és beugrik a repcsibe. Ne ott! Nem jó! Menj, a köcsöktől, a vágós kurva anyádat, hát nem hiszem el. Jöjjön, mester! Nézd meg a sok faszt! Nem tudok ők se bemenni! Jó. Egy ember. Nyugodj meg! Nem mozog, ez az! Kicsit elgondolkodtam. Ezért jöttem vissza! Az nagyon nem jó most. Innen menjünk itt alul, amerre Roxy, az. Nagyon jó. Oké. Én beszorultam, jelentem. Hova? Ide, a híd alá. Hopp, omlik ott van. Mi a lófasz? Hát. Ez a híd, amit lenyomtam. Lenyomtam egy gombot és valami történt, gondolom. Hát ez egész pályát átépített az uratvára. Megbaszott az áram. A játék tetszik. Ez a sok bug, ez okoz bosszankodást, meg az, hogy egyáltalán nem értünk még a játékhoz. Nagyon jók a helyszínek. Nekem legalábbis bejönnek. És hát bele kell tanulni, de elég izgalmas ez a játékmód, és szerintem nem rossz. A sok bug, meg szarság, az persze kellemetlen, és az is kellemetlen, hogy kiadnak így egy játékot, de alapvetően remek szórakozás, legfőképp nagyoknak.